Úgy nagyjából 5 évvel ezelőtt történt egy reggel, hogy a fölébredés után nem sokkal egy szó jelent meg, és így visszhangzott az elmémben, amit soha azelőtt nem hallottam, és nem tudtam róla, hogy ez a szó létezik. Csak addig az ideig elég sokat foglalkoztam drámamódszerekkel és pszichodrámával, ami ugye a lélek konfliktusainak a dramatikus, játékos feldolgozásáról szól, és az azt megelőző 5-6 évet rászántam arra, hogy a test orientált pszichoterápiákat tanulmányozzam, és azzal kapcsolatban szerezzek élményeket külföldi kurzusokon jobbára. A szomató, vagyis a test és a dráma, vagyis a játékos, akciódús gyógyulási folyamat, ez mind a kettő alapélményemmé és szakmai tapasztalatommá vált, de nem kötődött bennem össze egészen addig a reggelig, amíg valami miatt ez a szó, hogy szomató, dráma elő nem került, nem tudom honnan. Én úgy döntöttem akkor, hogy ennek a szónak a szolgálatába állok, és az energiáimat rá fogom fordítani arra, hogy meglássuk, hogy mi jön ki ebből, mi derül ki ebből. És onnantól elkezdtem azzal a dramatikus módszertannal, testi problémákkal dolgozni, ami nekem rendelkezésem rád, de lehet mondani, hogy akkor még nem igen volt fogalmam róla, hogy ez pontosan mit jelent. Azóta eltelt 5 év, rengeteg ember, rengeteg csoport, képzések, gyakorlatok, egyéni terápiás ülések, és most az utóbbi fél évben, egy évben kezdtem úgy érezni, hogy ez nekem összeállt. Tényleg van egy rálátásom erre, hogy hogyan működik a lélek kifejezése a testben betegségeken keresztül, és mik azok a folyamatok, amikkel ezeket vissza lehet segíteni. És úgy érzem, amikor ezzel foglalkozom, hogy ez engem mélyen érdekel, foglalkoztat, és akarok ezzel törődni, és akarom ezt így továbbadni minél hamarabb, minél gyorsabban, bármi, amire rájövök, azt én már így kínálom is tovább. Viszont ahhoz, hogy ez jobban megragadható legyen azok számára is, akik nincsenek ennek a teljesnek közelében, nem szánnak sok órát arra, hogy ezt felfedezzék és gyakorolják, úgy éreztem itt az idő, hogy megfogalmazom a legfontosabb tapasztalataimat. Azzal kapcsolatban, hogy a testi történések, tünetek, betegségek, fájdalmak, panaszok hogyan értelmezhetők egy olyan módon, hogy az több legyen, mint intellektuális tudás. Hogy tudjak egy utat mutatni, hogy mi van akkor, ha én fölfejtem egy testi történetnek az üzeneteit a magam számára. Hogyan tovább? Hogyan tudok lépéseket tenni a gyógyulásom felé? Hogyan tudom egy dramatikus, játékos keretben saját magam, vagy egy kisebb társaságban önállóan ezt a kérdést felfejteni, megoldani, és inspiráltá válni arra, hogy többet tegyek magamért. Mert azt hiszem, ennek a könyvnek az lesz a fő üzenete, ugye mit üzen a testen keresztül, hogy túl azon, hogy megértem, hogy mit üzen a testem, megérzem, befogadom, és ez engedem, hogy inspiráltát tegyen engem arra, hogy valamit változtassak az életemen. Változtassak az életvitelemen, a gondolkodás módomon, a kapcsolataimon. Az egyik leghangsúlyosabb téma ebben a könyvben az lesz, hogy hogyan van köze a testi történeteknek a közeli kapcsolataink rendszeréhez. Beleértve a családunkat, vagy a párkapcsolatunkat, gyerekeinket, fölmenőinket, és így tovább. Ebbe a kontextusban, ha bele tud helyeződni ez a testi tünet vagy panasz, egészen más új értelmet tud nyerni. És hirtelen megvilágosodik, hogy áhá, erről van szó, nem az orvoshoz kell mennem, hanem apukám sírjához, most mondtam valamit. És a gyógyulásnak ez a kicsit lelki, kicsit kapcsolati, kicsit érzelmi dimenziója az, amitől én nagyon sokat várok a jövőben is. Valamiért az az érzésem, intuícióm, hogy e felé mozdulunk el, egy olyan társadalmat képzelek el, olyan egészségügyet, amelyben ez evidencia lesz egyszer, hogy valaki tapasztal valamit a saját testén, akkor első körben a felelősséget magánál tartva utána néz, hogy mi mindent mond ez neki, hogyan szolgálja az ő lelki fejlődését. Talán egy szép napon megtanulunk társadalmi szinten bánni a fájdalommal, engedni egy kicsit közel magunkhoz, és ezen keresztül megtapasztalni mindazt, amit tanítani akar. Talán egyszer ez lesz
egyértelműen az első lépés, ha valami történik velünk, hogy köszönetet mondunk, hogy engedjük befogadni, mélyen átérezni mindazt, ami most történt, és egyszerűen az élet rendjeként viszonyulni mindahhoz, ami az üzenete tulajdonképpen ennek. Na most, hogy ez hogyan, én az a tapasztalatom, hogy ez a fejbeli tudás, ez már kezd terjedni. Sok embernek ez már egyáltalán nem újdonság. Ami lehet újdonság, az az, hogy a gyakorlatban mit tudunk ezzel kezdeni. Szeretnék sok esetet bemutatni, történeteket hozni. Sokszor közvetlenül azoknak a szavaival hozom ezt, akik átélték a történetet és leírták, amit átéltek. És saját történeteimből is megosztanék egyet-kettőt. Nem titok, hogy gyakran az emberek olyasmivel foglalkoznak, amiben ők is gyengék, amit nekik is tanulni kell. És ez tényleg így van, én ezt így magamon realizáltam, hogy bizony az én kapcsolatom a saját testemmel az valami olyasmi, amit nekem folyamatosan érdemes tanulnom. Engem ez érdekel, és úgy érzem, hogy le vagyok maradva ebben valamilyen szinten, és tudok szólni azokhoz az emberekhez, akik szintén úgy érzik, hogy nem teljesen urai a testüknek, hogy ismerik azt, hogy milyen az, amikor kiszolgáltatott vagy valamilyen betegségnek, fájdalomnak, tünetnek, hogy nem tudod, hogy mit csinálj igazából, mit tehetnél magadért, hogy ismered azt, amikor átéled a tehetetlenséget, a dühöt, a kiszolgáltatottságot, amikor rá kell jönnöd arra, hogy mennyire megromlott a kapcsolatod a saját testeddel, hogy mennyire nem tudod, hogy miről szól mindaz, amit ő csinál, hogy mennyire nem tudsz vele kommunikálni, és hogy mennyire nem szereted, hogy mennyire nem ismered. És ezek azok az érzések, amikből úgy érzem, hogy érdemes fölállni, és megtalálni azt, hogy hogyan jutok el tényleg oda, hogy ez a test a barátommá, társammá válik. Ez egy olyan kincs, ez hihetetlen, hogyha ezt tényleg realizáljuk, mélyen rájövünk erre, hogy itt van valami, egy csoda, ami egész életünkben elkísér minket, hihetetlenül toleráns, elképesztő, hogy mi mindent elvisel, milyen helyzetekből tud fölállni, éjjel-nappal velünk van, csinál olyan dolgokat, amik, hogyha ránk lennének bízva tudatos működésünkre, akkor egy napot se élnénk túl, vezéli a lélegzést, a szívverést, meg a több olyan dolgot, amit egyszerűen jobb, hogyha nála van, és nem nálunk, ugye, mármint a tudatunknál, mert akkor könnyen elfelejtkeznénk róla, és így tovább. Na, végül is ez egy életre szóló, intim kapcsolat. És ezt a kapcsolatot érdemes gyógyítani. Fölismerni, hogy hol tartunk ebben, és valahogy meggyógyítani azt a szakadást, azt az elidegenedést, azt az eltávolodást, ami így kulturálisan, meg társadalmilag így ránk rakódik óvatatlanul.